szüleim azok elvesztették a gyerekkori tereiket, szószoros értelemben a szülőházukat is, hazájukat is, mert anyám pozsonyi születésű volt, apám meg kassai, és hát ugyanakkor Trianonnak köszönhető, hogy egyáltalán élek öcsémmel egyetemben, hiszen miután Pozsony nem tért vissza, anyai nagyapám a kassai bankba ment át dolgozni, mint tisztviselő, és így vitt át a családját, és ennek volt köszönhető, hogy ők találkoztak egy hegyi turistaházban már, mint anyám és apám. Miután úgy jöttek át, apám itt végezte az egyetemet, műszaki egyetemet vegyészmérnökként, hogy 46-ban egy rokonnál meghúzó magukat kötöttek házasságot, és hát egy félig lebombázott háznak a visszaépített lakrészében laktak, és hát apám bármilyen abszurd is az élet, de mégis ma 96. évében még mindig ott él. Lényeg az, hogy ezzel együtt hát a gyermekkor az mindig a szép emlékeket hozza vissza. Jó társaság volt ott az utcákon szószoros értelmében, ahol nem igen jártak autók még, viszont például a Pálffy laktanyából, amit ma BEM térnek és BEM laktanyának nevezünk, minden reggel kivonult a lovasokkal az élén a gyakorlatozó honvédsereg, majd nótázással az ablakunk alatt, délután vissza. Nagyokat fociztunk, az utcákon szabad volt az élet, úgyhogy nem panaszképpen, jól megvoltunk minden értelemben. És hát apám, aki természettudós volt, és közelebbről a talajtan volt a szakterülete, mindig sokat vitt minket a természetbe, tehát fontos volt megtanulni a fákat, azt, hogy az ember hazataláljon iránytű nélkül is, tudjon tájékozódni az erdőben, megismerje az ehető gombákat, meg a mérgeseket. Szóval azt mondom, hogy így utólag visszanézve, nagyon optimális volt a helyzet. Természetesen egy mai fiatalnak a szemével nézve mondhatni azt, hogy becsületes szegénységben éltünk. Az ember befolyásolja nyilván a családi háttér, így én is valamelyest a apám nyomdokain, egyfajta vegyészet felé, vegyipari technikum, ugye annak is a papíripari gépészeti szakára jártam. Aztán elkanyarodott az út, addigra már más érdekelt, és elsősorban a képzőművészet. Itt azért megint szerepet játszik Kassa, szűkebb értelemben Jakóbi Gyula, kassai festőművész, aki nagyanyám testvérének volt a férje. Többször voltam náluk fiatal emberként nyarakat, heteket töltve ott, és hát Gyula bácsinak az életformája, a gondolkodásmódja, a személyisége azért elég varázslatos volt számomra. Ez is befolyásolt nyilván, és így alakult az, hogy elkezdtem magam számára rajzolgatni, képeket csinálni, amelyek hát ilyen hobbiként működtek akkoriban. A következménye konkrétan az lett, hogy a kirakat rendezőiskolára jelentkeztem az érettségi után egy évvel, és azt követte néhány év sikertelen próbálkozás a főiskolán, de aztán 3 év operaházi díszletfestés után mégiscsak bekerültem. Thank you.
szerencsém volt, mert beleszagolhattam még abba a teljesen zárt világba, amit Domanowski Endre rektorsága jelentett, igaz, csak egy évig tartott, mondhatnám, szerencsére. Viszont ez volt az az utolsó év, amikor még Barcsai Jenő is tanított művészeti anatómiát, tehát a csontot azt tőle hallgathattuk és tanultuk. És aztán Somogyi József mester volt, aki követte Domanowskit, ő viszont megnyitotta a kapukat jelképesen és a valóságban is, és egészen más levegő volt. Ennek következtében engem jóval mozott a grafika, azért is jelentkeztem sokszorosító grafika szakra, de ennek az volt a menete akkoriban, ez volt a szokás, hogy két évig festőtanárnál volt az ember, és Somogyi József azt gondolta, hogy felesleges ez a két év, tehát egy év után már szakosodni lehetett, és így kerültem a grafikára, ahol 4 évet töltöttem el. Rasszler Károly, Rozan és Tibor volt a tanszéken, és azt mondhatom, hogy egy nagyon nyugodt és szabad világ volt, rengeteg anyagot használhattunk, szabad tereink voltak, jellemző, hogy ma abban a két műteremben, ahol ma körülbelül 32 ember van, mi 7-en voltunk. Egyszer említetted, hogy tulajdonképpen a Hrabal is nagyon befolyásolta a munkásságodat. Később aztán Hrabal nagy divat lett nálunk, de abban az időben már reflektáltál a hrabali gondolatokra. Igen, hát ebben is egy szerencsés családi közeg hozta a Bohumil Hrabalt közel hozzám, illetve hát találtam rá. A keresztanyám férje, ugye apám húga volt, és férje viszont Hosszú Ferenc, aki elsőként fordította a Hrabal műveket, így a Bambinéri Prágát, táncórák idősebbeknek és haladóknak, és a társakat. Viszont, mint sok minden más, nem került kiadásra. Évekig kéziratban maradt, és hát bármilyen furcsa az élet, az átütő papírok kiválóan alkalmasak a mellékhelyiségben való utólagos felhasználásra. És miután sok példány volt felesleges látszólag, keresztanyáméknál hozzájutottam ezekhez a felesleges és mellékhelyiségben használandó papírokhoz, ahol viszont nagyon jókat lehetett szórakozni a novellák olvastán. Ugye a Hrabali világ az egyrészt teljesen abszurd, humoros világ volt, másrészt pedig rengeteg párhuzam volt, hiszen mégis a saját életünket tükrözte. És ebben az abszurditást és a figuráknak a megjelenítését próbáltam néhány munkámon keresztül megvalósítani, úgyhogy ez volt a Hrabali kitérőm, ha úgy tetszik. 2007-ben jelent meg ez az albumom, amelyet Keserű Katalin írt, és földolgozta lényegében a 2007-es évig a életműnek jelentősebb darabjait. Az egyik első munka, ami szerepel benne, az még a főiskola évek alatt történt és készült. Ez a jelképes figura, a Krisztus figura, ami egy sajátos roncsol technikájú maratot eljárás, egy cinkmaratásnak a eredménye, kísérlete, és számomra fontos mű. Következő, szintén egy érdekes dolog, abból a szempontból, hogy szorosan kapcsolódik Pilinszky János színdarabjához, a Síremlék című egyfelvonásos műhöz, amelynek a látványát készítettem el, és ennek a hatására készült ez a Idegen című akvatintás részkac technikájú munka. Ezt követően ide lapozok erre az oldalra, ahol egy gyerekkori 56-os emlék, Sztálin csizmák színes részkarcát láthatjuk egy akvatintás technikával, kicsit ilyen romantikus megközelítésű ábrázolás. Tovább lépve, talán ezek a munkák jelentősek még, amelyek
a 70-es évek második fele, 80-as évek Romániájának a hangulatát tükrözik, nem közvetlenül és nem direkt politikai gesztusokkal, hanem a szív témára, a Szívtájék sorozatnak az egyes darabjai, ahol nyilván az egyéni és a személy, a társadalomban való kiszolgáltatottsága és a korabeli politikai helyzetnek egy sajátos, expresszív megközelítése volt a cél. Bizonyos, mondjuk úgy, hogy hatalmi jelképet jelentő épület sziluett előtt van a szívnek egy nehéz sorsa a sebeivel, illetve a környezetében megjelenő fullánkokkal. Sokszor ugye a képi tartalmak szóban nem jeleníthetők meg olyan egyszerűen és pontosan. Itt megint anyagkísérleteknek a eredményét látjuk. Ezek természetben megrozsdásodott lemezek, és igazából a rozsda felület, a megmaradt fémlemez biztosítja a festék megmaradását a nyomtatáskor. A világosabb formák pedig pontosan irányított műgyanta felületek, amelyek nem őrzik meg olyan mértékben, nem tartják benn olyan mértékben a festék felületet, és ettől nagyon érzékeny faktúrák jönnek létre. Időben egy kicsit előbbre lépünk, és egy objekt, egy térbeli ábrázolást is tartalmazó kockacukrok által megfogalmazott istenszó és egy elvont ábrázolási rendszer egy fémlemezen, ez ennek a öt betűnek a sorsa, illetve jelentése. Festmények, amelyek bizonyos visszatérő motivumokat tartalmaznak, ami bizonyos geometrikus, térbeli, kvázi faelemek. Amennyire ugye ismerjük a korai időket, bizonyos áldozati helyek, bizonyos térbeli geometrikus formák, amelyek funkcionálisan szolgálták a mindenkori, vagy éppen a kultúrához kapcsolódó mitosz helyeket, és eljárásokat, helyesebben funkciókat vettek föl, azok többnyire asztalformák, mindenképpen egy geometrikus épület jelleget öltenek. Na most ennek az arányait változtatom meg, megnövelve, vagy egy abszurd környezetbe helyezve, elidegenítve lényegében ezeket a formákat, és hasonló elemek itt most már sokkal erősebben megmunkálva, kifejezve, sokszorosított grafikai technikával, szitanyomtatással, meditációs térnek elnevezve ezt a sorozatot. Itt is hasonló elképzelés van, hogy hát az organikus természeti világ és az ember teremtette formák, legyenek azok épületek, most csak utalok egy hasonlatra, hogy a első alkalommal az űrbe került űrhajós visszanézett a Földre, a kínai fal mellett az egyiptomi piramisok azok, amelyek láthatók az űrből, tehát tulajdonképpen a geometrikus épített emberi teremtmények, mármint épületek, objektumok, azok az embernek a önmagáért való valóságát is megjelenítik. Itt emblematikus jelek vannak egy természeti környezet idézetében, keményített fotóháttérben, vatta applikáció, nyomdai elemek, visszatérő kis szent képek sorozata. Litográfiával megint egy sajátosabb technikai megoldást választottam ezekkel a fűkapu, fűoszlop, fűoltár sorozattal, amelyek egy közös horizont háttérre vannak fölfűzve, tehát egymás mellé helyezve egy térbeli, valóságos térbeli szituációt hoznak létre. És akkor egy kis ugrással megint egy sorozathoz érünk a beavatkozás témakörében, ahol is gyermekjátékok megkínzatása, technikai elemeknek a jelenléte, ez esetben egy kábelrendszer, az, ami a képen belüli feszültséget és a vizuális jeleknek az ütköztetését jelenti. A következő oldalpáron olyan beszélő fotók, amelyeket tulajdonképpen, mint beállított műtermi felvételek, előhívtak legalábbis gondolatban bennem, néha talán kicsit szarkasztikusabb gondolatokat is, mint a Miki Egér, ugye a székely ásványvizes, borvizes fiatalemberrel. Orbán Balázs felvételeiről van szó, amik egyébként 1970-es évek elején kerültek elő. Ez egy digitális munka,
a Möbius táj lényegében az anatómiai figuráknak egy fajta szituációkban való megjelenítése és egy fiktív természeti környezetben való szerepeltetése az, ami jellemző. Itt szintén egy digitális munka, graffitis, végtelen tér, végtelen múzeum címmel, tehát az archaikus és a mai világnak egymással való párosítása. Aztán vannak teljesen személyes, indítatású, leegyszerűsített formájú, talán komor képek is, történetesen ezek is anyám halála után készültek, és hát nyilván számomra fontosak elsősorban. Te mindig szerettél sorozatokat készíteni. Miért csináltál mondjuk a pályád alatt ilyen sok sorozatot? Ritkán csinálok szóló műveket, szóval legalább párban gondolkodom, amikor egy képi ötletnek az alternatíváját is megfogalmazom, de vannak amelyek olyan elképzelések, amelyek kifejezetten sorozattá válnak már az első pillanatban is, hiszen egy több jelentésű képi világban, mert ahogy említik kollégák, ismerősök, műkritikusok, hogy mindenképpen két-három sikú jelentéstartalommal bír az, amit csinálok adott esetben. Ezeknek a kifejtése mindig párhuzamos ötleteket is létrehoz, és ezért szinte organikusan kialakulnak ezek a sorozatok, amelyek aztán kiegészülnek, tehát nyilván ennek van valami biológiai oka is talán, nem tudom, de gondolkodásbéli biztos, hogy nem 7 meg 9, de akkor már 10 meg 12 születik. Nyilván az a lényeg, hogy a sorozat képi tartalmai azért építkezzenek, és hozzanak újat és újat lapról lapra, és ezek a technikák alkalmasak leginkább, aztán a digitális technika, ahol már nincs befolyásoló tényezőként jelen például a méret, nincsen az a nyomtatási probléma sem, ami adott esetben egy nagyméretű litográfiánál, esetleg átlépve azokat a határokat, amiket nyomdagépen el lehet érni, hiszen ezek a printerek már egészen más technológiával dolgoznak. Magyarán a variációk is sokkal gyorsabban megoldhatóak, és elképzelhetőek, egy kattintással negatív-pozitívba fordítható, színezhető, torzítható, tehát sokkal nagyobb a szabadság ebben a tekintetben. Szóval Péterről érdemes tudni azt, hogy ő a klasszikus művészeti iskola minden stációját végigjárta, minden, tehát a klasszikus tanulmányok nála nem hiányoznak. Tehát a stúdium rajzolástól kezdve az összes művészeti eljárás technika a kisújjában van gyakorlatilag, és ezeket próbálja folyamatosan a saját maga arcára formálni. Tehát érdekes, hogy kombinálja a régmúlt technikáit a vadonatúj technikával. Gyakorlatilag új eljárásokat kísérletezik ki,
amit nem, hogy is mondjam, tehát ami nem mindenki számára evidens, persze. Tehát ő az első között volt, aki például ugye a korunk technikáját, a számítógépet beállította a saját maga a fegyvertárába az eljárások közé. Tehát ő nem akkor kezdte ezt, amikor fanyalogott a világ, hogy a képzőművészet elmegy abba az irányba, hogy a festészet meghal, a hagyományos grafikának már nincs jövője, egyebek, és ő bizonyítani kívánta, és bizonyította is szerintem azt, hogy nem a technikáktól kell félni. Tehát ezeket a technikákat a csatasorba lehet állítani, használni kell őket, és a saját képi világához meg kimondottan passzolnak ezek az eljárások. Tehát ő egy jó bizonyítékot mutat arra, hogy lehet művészi munkát, művészi eredményt elérni olyan eszközzel, amit nem feltétlen arra találtak ki. És ragyogóan gazdálkodik azzal, hogy a kor kihívásaira éppen úgy adjon, keressen válaszokat, a kor kérdéseire éppen úgy keressen válaszokat, mint mondjuk a korábbi időszakok, vagy a múlt kulturális jelenségeire, történelmi vonatkozású témákra. Tehát ettől számomra ez egy érdekes dolog. Barátaink, fiatalabb barátaink jártak itt valamikor a 70-es évek elején, Sajnovics Péter, Molnár Endre, és aztán én a rajtuk keresztül, pontosabban Sajnovics Péterrel jöttem ide 1978-ban, Ince Zoltán tiszteletes úr szolgálati idejében, és hát ez a kapcsolat tartott, a táj, a környezet, az itteni emberek, az építészet, egy érintetlen világ, az nagyon megragadott bennünket. Voltam itt a gyerekeimmel egész kiskorukban még, és aztán tartott ez a kapcsolat, elérkezett a fordulat ideje, akkor már tudtuk, hogy itt egy templomépítési szándékot akadályozott meg a 48 utáni 50-es évek elején a berendezkedő kommunista hatalom Romániában, és ez a Kóskárovi tervez feledésbe merült egészen 89 utáni fordulat idejéig, amikor is már akkor lényegesen kevesebben, körülbelül egynegyede élt a faluban lélekszámot tekintve, mégis belevágtak makacs székely módon, igazából minden anyagi alap nélkül, de bízva a baráti segítségekben, ami meg is érkezett, és építették a templomot, azt az eredeti kós templomot, ami a korabeli tervekben megfogalmazódott, és abban menyezetként kiosztását tekintve volt Kós Károlynak, ha úgy tetszik, utasítása, terve 50x50 vagy méterszer méteres kazettákra. Hát mi az utóbbit választottuk. Végül Papp Gábor művészettörténészhez fordulva kialakítottunk közösen egy olyan képsort, ami támaszkodik egyrészt a Ószövetség, Újszövetség időbeli sorrendjére, másrészt a négy mező plusz az életfa, mint öt mező, ugye meghatározó színeire, a hét bolygó minőségére, annak a hatásaira, és így kialakult a 35 bibliai jelenet, amelyből ugye három mezőt festettem én, kettőt Elekes Károly. Számomra ez egy nagyon-nagyon személyes vállalás volt. Tudnék, én 1984-ben hagytam el Erdélyt, és néhány év múlva nagyon mély honvágy és szinte bűntudat árasztott el, és ez a templom, ez a feladat, amit végül is a Péter koordinált az elejétől fogva, illetve a Ince Zoltán tiszteletes úrral, ugye együtt,
ez számomra szinte egy ilyen lelki mentőövként jött be az életembe, úgyhogy hogy a legnagyobb szeretettel álltam hozzá a munkához. Hát egy rendhagyó ötletünk támadt az, hogy a dekoratív kazettás, megszokott kazettás mennyezetek helyett itt egy figuratív, elmesélhető bibliai történetek vizuálisan megjelenjenek, ami nem igazán szokás egy puritán református vagy unitárius templomban, de nagyon nehezen tudtuk bevállalni, hogy a tematikát hogyan építsük föl. Emiatt Pap Gábor művészettörténészhez fordultunk, aki azonnal, mint hogyha egy szótárat vett volna elő, a szerkezetből deriválta a képeknek a rendszerét. Ugye ez mindenképpen egy rendhagyó templomtér, abban a tekintetben, hogy a református puritán belső terek helyett itt komoly képi megfogalmazások vannak, de Ince Zoltán egy nagyon nyitott szellemiségű lelkész volt, aki azt mondta, hogy hát ez sokkal jobban megkönnyíti az ő dolgát, a képek ott vannak, a hívek nézik, ő meg leprédikálja őket. És akkor az ő oldaláról, tehát a szószék oldaláról álljon jól a képsor. Péternél az a különleges, és szerintem azért is ezek a képek egyszerre hatásosak, de nagyon nehezek, mert ő tehát tisztában van azzal, hogy ő nem egy filozófus, mondjuk, hanem egy probléma őt foglalkoztatja, és azt, ami őt foglalkoztatja, azt ő egy bizonyos abstrakció segítségével, de még a szóbeli megfogalmazás előtti állapotában jeleníti meg. Én szerintem ezeknek a képeknek ez adja a drámai feszültségét és az időtlenségét is. Úgy gondolom, hogy a Péter egy mélyen lázadó és rendkívül kritikus szellem. És ez a kritikussága a képein úgy jelenik meg, hogy régebben még talán volt, de ma már ebben a kritikusságban a humor sem játszik szerepet. Korábban ez még volt talán, de a kritikusság, sőt az éles szembehelyezkedés bizonyos dolgokkal, akár éppen politikai jellegű problémákkal, ez viszont nagyon erőteljesen benne van, és ez azt hiszem, hogy ez minden vonatkozásban nála jelen van, hiszen ő azért, anélkül, hogy ez kifejezetten látható lenne, de ő rendkívül eredeti és szinte utánozhatatlan módon kísérletezik különböző olyan grafikai technikákkal, megoldásokkal, és ezeknek a képbe való applikálásával, kezdve a fotók felhasználásával és egy fotónak a szisztematikus, mondjuk így széttrancsírozásával és újraértelmezésével a képen belül, ami mind tehát azt mutatja, hogy ő a szokványos keretek ellen tudatosan lázadva, akkor, amikor az valamilyen módon egy indulatot vált ki benne, ezeket próbálja, tehát ezek mind jelen vannak a képeiben. Miképpen inspirált a történelem, hiszen készítettél nyomatokat a talapzaton maradt Sztálin csizmáról. Ez egy gyerekkori emlék, azt a címet adtam neki, hogy gyermekkor, és hát ez 1980-ban készült, meg is jelent a Valóság című lapban történetesen, miközben ugye majdnem 10 évvel később a Dorottya utcai kiállításomnak a plakátját betiltották, bezúzták, amit ugye Pócs Péter tervezett a kiállítás számára, amin egy vörös csillag volt megégett állapotban felszögelve egy keresztre.
ez nagyon erős reakciókat váltott ki. Úgyhogy ez egy mozgalmas világ volt, ugye sokat voltunk az utcán, erdélyi tüntetés, aztán a rendszerváltozás előtti március 15-ék, a TV-székház előtti tüntetés. Úgyhogy ezek nyilván befolyásolták az embert. Képileg nem voltak ezek direkt témák, témaadó ötletek, de hát az megszokott volt, hogy még régen apám folyklendere ott volt általában a táskámban, amióta meg van ugye digitális világ, a kisgép ott van folyton nálam. Tehát ezeket az ember rögzítette, amikor találkozott ilyenekkel is, mint a Barót múzeumi raktárában három maga nevében páratlan művességgel kivitelezett kétszeres életnagyságú büstökkel, ami hát Marx, Engels és Lenin ábrázolása volt, egy pókhálós, elszáradt, muskátlis, drótozott üvegű, lerobbant múzeumi sarokban. Hát persze, hogy megihletett a kép, és minimális beavatkozással lett belőle egy nyomat, vagy az Ócska piacon egy játék teherautó, amire az volt ráírva, hogy Sztálin művek, és 100 000 kilométer, ez az ajtaján volt, és az árusító egy emberi agyvelőt helyezett el a teherautó rakterébe, egy makettet, ami pedig a plakát, meg a televízió, meg a betiltást illeti, hát abban a korban nem volt olyan nehéz ebbe belefutni, hogyha az ember egy kicsit kilógott a sorból. Nem csináltam ebből soha programot, de amikor egy képi ötlet megszületett, akkor azt megcsináltam. Az más kérdés, hogy nem került a falra. Próbáltunk egy kicsit a Kóskároly féle hagyományból kiindulva, de mégis azért, én azt gondolom, ez egy kortárs épület is, és én azt gondolom, hogy próbáltunk komolyan venni azt a kérést, hogy az azért mégis idevaló és a székélységet hirdető épület legyen. Emiatt egy kicsit a gótikának az arányait kellett, tehát egy kicsit olyan nyújtott, magasabb házhoz kellett, hogy legyen. És egy kicsit egy ilyen környezetben, ahol már a 20 méteres fenyők és a több száz méteres sziklák között még ez a 16 méteres épület is csak egy picike kis valami, tehát azért az alázat is kellett hozzá. De hogy komolyan vettünk itt a dolgok Péterrel meg Károlyjal, helyszínnel való összeismerkedés során, amikor az első vázlatok születtek, hogy ez egy ilyen keletel, tehát a kelet-nyugat tengelyre fölépítve ez a kis ellipszis gondolat megszületett, akkor kijöttünk ide, és karóval kitűztünk, és töltöttük itt egy-két napot, itt laktunk a mögötte lévő házba, és egy kicsit foglalkoztunk azzal, hogy ez hogy kell fel a nap, milyen ez az egész, tágabb értelemben a környezetbe is utaztunk, meg egyébként is azelőtt is sok minden bennünk volt, és valahogy ez mind beépült a dologba. Úgy éreztük, hogy ez a nagy környezet, ezek a sziklák, a fenyő, a fölfele nézésbe azért valahol ott keresendő az Isten, tehát így azt gondoltuk, hogy a kilátás az inkább fölfele, illetve adjunk lehetőséget, hogy ez a fény bejusson, tehát tulajdonképpen ezek az ilyen jellegű dolgok azok benne voltak a tervbe, de azt, hogy a jó Isten hogy adja meg a fényt, és hogy süssen be, és mi ilyesmi, ez már inkább már az ő dolga. Sok mindenem múlt, meg azt, hogy a nagyon is volt lehetőség a helyi, nem mondanám, hogy vállalkozók, hanem építőmesterek munkáját is bevonni ebbe, amit jó formán, jó szívvel az ügyhez adtak itt a környékbeliek, tehát Istenházán dolgoztak, az biztos, és büszkék voltak, hogy itt dolgozhassa. És én szerintem ez is lett benne, de az biztos, hogy itt ezek a sziklák, meg a többi nagyon-nagyon tették az embert a helyére, én azt gondolom. Tehát itt kiabálni nem lehet, én azt gondolom. A Péternek volt
Még a templom építés előtt, tehát a 80-as évek közepetáján volt néhány olyan grafikája, ahol különböző motívumok az erdőben úszkáltak, egy ilyen kicsit szürreális hangulatú képek, és akkor ezt javasoltam, hogy a környezet, ugye ez szinte érintetlen természeti környezet valahogy jelentkezzen belül is a templomba. És akkor ezeket a motívumokat beépítettük az erdőbe. És akkor szépen végigvonul a honfoglalás, így a csíksomlyói Ágnus Deiig. És hát így úgy gondoljuk, hogy ezen a területen ez így aktualizálja a történelmet folyamatosan. Közös vitában Elekes Károlyi a Lentoni Gallal, hogy ez a fríz, ami hát végeredményben eldőlt, és hogy a pozíciója itt a Kárpátokban ennek a békásszoros előtti világnak, ami hát feltehetően egy sok ezer éves vándorút, magyarok bejövetele talán itt is történhetett, mindenképpen a Kárpátok felé eső fél ellipszisben, ennek a belső hídnak az oldalán láthatóak azok a főleg Árpád-kori, illetve azt megelőző világban sírleletek, olyan fém munkák, ötvös munkák, amelyek tulajdonképpen azt a világot próbálják ábrázolni ezeken keresztül, amelyek még a letelepedett római kereszténységet fölvett társadalmat, a korai Magyar Királyságot megelőző időszak, és ez a 9 motívum, mert hogy összesen 18 van, ez kit aranyszarvas lelettel, Tápió Szent Mártonból származó sírlelettel kezdődik, de van itt tarsolylemez is, van két nagy Szent Miklósi kincslelet motívum is, és így ugye a szentségtartó fölé az apszisba lehet mondani, ugye a Isten báránya Ágnus Dei figurája került, és akkor onnan fordulunk a nyugati fél ellipszis felé tulajdonképpen, ahol már olyan motivumok jönnek be, és olyan képi ábrázolások, amelyek a előbb idézett ugye, magyar társadalom, magyar államiság jelképei is lehetnek. Van itt például a Kassai Szent Mihály kápolnának az angyala, Mihály angyal, van gyulafehérvári székesegyház, közelebbi motívumok a környékből, fejfák, küsmödi kapu motívum, és végeredményben a fríz ebbe a fiktív erdőbe, ami az ablakokon keresztül igazi erdőként folytatódik. A Szalvator kápolna 1500-as évek közepén keletkezett Krisztus ábrázolásával, csíksomlyói Szalvator kápolnáról van szó, azzal zárul, kvázi a bejárat fölött találkozik a szkíta aranyszarvassal. Itt a családi háttér elsősorban az apai nagyanyámnak a mély minden nap gyakorolt vallásossága is szerepet játszik, valamint hát azok az olvasmányok és élmények, a személyes kapcsolatok általában idősebb tanult emberekkel, akikkel volt szerencsém összetalálkozni, azoknak a gondolkodása, világfelfogása, és mindig voltak hozzám közel álló egyházi emberek, plébánosok, tiszteletesek is, akiknek a példája legtöbb esetben igen erős volt, és nagyon pozitív rám nézve. És ezek a szó szerinti tanítások vagy példák nyilván az ember magánéletében is beszűrődnek, hát ezt más jobban meg tudja ítélni, mint én magam, de bizonyos képi tartalmakat nyilvánvalóan kiváltottak. Részben van egy olyan kimondott elhatározás, de mégis valahol egy lappangó gondolat, hogy hát a mai világban az ego az mindenek fölött van, és hát a sztárkultusz és a siker az egyértelműen bizonyos társadalmi rangot jelent,
anyagi siker meg hát mindent vívő, hogy így mondjam, és a képzőművészeten keresztül is elsősorban nagy szignókat igyekszünk a műveinkre illeszteni, ami jelképesen értendő, magyarán olyan műveket létrehozni, ahogy Brassainak nyilatkozott Picasso, hogy minden valamire való művész minél előbb igyekszik a maga mézeskalács formáját megteremteni, megforogni, és akkor onnantól kezdve a csak rá jellemző képeket sokszorosítja élete során. A másik fajta művész, Picasso önmagát ebbe az utóbbi csoportba sorolta, az meg minden nap újra kezdi az életet, amikor bemegy a műtermébe és kísérletezik. Nos, van egy harmadik út is véleményem szerint, ahol a művek olyanok, amelyek értékállóak, illetve tartalmilag mindenképpen fontosak, de nem nyomakodik erőszakosan az ego. Magyarán számomra a középkori névtelen kismesterek, vagy közepes tudású, vagy éppen nagy tudású mesterek, de névtelenségbe burkolózva legalább olyan fontosak, mint az ismertek, és ez is afelé visz, hogy igyekszem adott esetben olyan szakrális munkákat csinálni, amelyek a kor nyelvén szólnak, és nem az a fontos, hogy az én, ha létezik ilyen karakteres képi formáimat hordozzák, hanem önmagukért valók. És ennyi nekem ekkor elég. Hogy igazi pesti polgár, azt írtam róla, aki nagyon, hogy mondjam, egy intellektuális művész alapvetően, de nem az, aki okoskodik, nem az, aki túlmagyarázza a dolgokat, hanem nagyon jól látja a problémákat, és utána ezt mindig valami fajta humorba, iróniába, egy kicsit néha pikírt módon becsomagolva adja elő. Tehát ez egy nagyon sajátos az ő művészetében, vagy ezért olyan sajátos az ő művészete, mert tényleg azt lehet mondani, hogy nem lehet őt besorolni. Tehát Stefanovics Péter nem lírai absztrakt, vagy lírai figurális, vagy nem konstruktív, nem újvad. Sok mindenből van benne valami, de az, amit csinál, tényleg ez a finom, intellektuális humor, az abszolút felé való tájékozódás, ez egy nagyon egyedés, ez egy nagyon, nagyon polgári valami. Magyarországon a humor egyébként is a kortárs művészetben úgy nem nagyon van jelen, sőt, mondhatni szinte egyáltalán nincs jelen. A magyar művészek, mint általában ugye a magyar költők, Aditól kezdve máig, ugye buskomorak, oda csapnak, komoly ügyeket képviselnek, expresszívek, indulatosak, minden. De a humor az sokkal többet meg tud oldani, mint ez a fajta magyar, lássuk Isten, mivel megyünk ketten, hozzáállás. Tehát Péterben ez a jó. Most emlékszem például Gyerekkori emlék című munkájába megrajzolta a sztálini csizmáknak ugye a torzó emlékművet. Tehát a magántörténelem, és ez is nagyon polgári egyébként szerintem, a magántörténelem nála egybe kapcsolódott mindig ezzel a közös történelemmel, tehát egy ezen való filozofálás, vagy az a kiállítás is, amit az előbb említettem, ez a város morajlások. Itt is tulajdonképpen egyrészt ugye a nagyvárosoknak a jelene és a jövőjéről volt szó, másrészt pedig a diktatúra és a demokrácia vagy a közösség kapcsolatából, amiben a diktatúra mindent el tud pusztítani. Tehát egy ilyen milyen filozófikus és általános érdekű témák felé forduló valaki, aki próbálja ezeket a szakrális, a közéleti témákat végsősorban egységbe kezelni. Mivel hát ez az ő legbelsőbb ügye, tehát ebből kell tulajdonképpen a saját helyzetét meghatározni, hogy is áll a világban, ezek a témák írják körül az ő helyzetét.
Mondaná-e valami arszpoétikát, hogy miért dolgozol? Én azt gondolom, hogy szerencsés voltam, és vagyok, hogy ilyen közegben dolgozhatom, ami egyrészt a fizikai közeg, másrészt pedig azok a társak, beleértve természetesen a szakmához tágabban kötődőket is, akikkel együtt tudunk dolgozni. Ez egy csapatjáték részben, ami a szakmai képviselet, illetve szakmai események irányításában vagy munkájában való részvételt illeti mindenképpen, tehát egy közösségi játék. A másik az, hogy az életnek a mindennapjai azok nagyon gazdagon és szabadon tudnak telni. Nyilván, ahogy az idő elmúlt, az ember felett az adottságok, anyagi adottságok jobbak, miközben a lehetőségek már csak az idő elhaladtával relatíve szűkülnek, de hát ez az életrendje. De azt tudom mondani, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy érezzé magát olyan jól a bőrében, mint én lassan a 70. évében.